Anglia királyainak és királynőinek története igen izgalmas. Nagyszerű dráma, a bujaság és árulás, hősiesség és kegyetlenség, rejtélyek, gyilkosságok, tragédiák és diadalok ezeréves története. Anglia uralkodói, a Hannover ház. Ez a történet nagyban különbözik más országok királyainak történetétől, mert az angol uralkodók mások, mint a többi ország koronás fői. Talán ezért aktívak még mindig, holott Európa más részein elveszítették fontosságukat. Mai műsorunkban az Anna királynő utáni angol uralkodókról lesz szó egészen Viktória trónra kerüléséig, vagyis inkább brit uralkodókról. 1714-ben járunk. Nézzék meg Európa térképét, és rögtön tudni fogják, hogy mire gondolok. Az európai király abszolút uralkodó. Ilyen 14. Lajos Nagy Péter, 5. Fülöp spanyol király és a porosz Frigyes Vilmos. Mindannyian korlátlan hatalommal rendelkeznek, Britanniában azonban más a helyzet. Meghalt első Jakab lánya Anna királynő. A Stuart dinasztia egyetlen protestáns tagja sem él már. Az angol trón protestáns utódlása most Jakab unokájára, arra a Zsófiára száll, aki egy német herceghez, a hannoveri választófejedelemhez ment feleségül. Utána fia György Lajos következik, aki örökölt minden rangot. Így a királyi címer egyik negyedébe egy 54 éves német fejedelem elképesztően bonyolult jelképe kerül. Amikor György megérkezik Angliába a koronázásra, tisztában van vele, hogy jóval kevesebb hatalommal rendelkezik majd, mint a többi uralkodó. Igazán nem is számít, hogy beszél-e angolul, vagy sem. A parlament megnyitásakor György csendben állt, miközben a Lord Kamarás felolvasta a beszédét. A korona, mely egykor Norman, francia Plantagenet, Velszi Tudor és Coach Stuart uralkodók fejét ékesítette, most a német Hannover dinasztiára szállt. A király fia György Ágost szintén megérkezett, hogy mint Rózsi hercege és trónörökös elfoglalja helyét a felsőházban. Németországból való távozása előtt kijelentette. Egyetlen cseppvér sincs az ereimben, amely nem angol. Rózsi természetesen skót hercegség. György Ágostnak és az angol alattvalóknak volt egy közös vonásuk. Szívből gyűlölték a királyt. Erre ugyanaz volt az okuk. 20 évvel azelőtt, hogy Györgyöt királlyá koronázták, rejtélyes dolog történt felesége legjobb barátjával, a fes Königsmark gróffal. György feleségének, Zsófia Dorottya hercegnőnek elege lett abból, hogy férje vagy a vége láthatatlan európai háborúkban, vagy számtalan szeretője valamelyikével töltötte az idejét. Königsmark megpróbált segíteni a hercegnőnek elszökni, de sikertelenül. A gróf egyszerűen eltűnt a földszínéről, hol testét valójában a hercegnő öltözőjének padlózata alatt ásták el. A hercegnőt száműzték és bebörtönözték. Fia György Ágost sohasem bocsátott meg az apjának. Az apák és fiúk közötti gyűlölet később is jellemezte a Hannover dinasztiát. Az angoloknak ez a viselkedés sem tetszett túlságosan. Bár talán együttérzőbbek lettek volna, ha kedvelni tudják György két szeretőjét. Májusfának és elefántnak nevezték őket. Úgy vélték, hogy mohó németek, akik bedugták az orrukat a vájuba. Akadtak olyan skót nemesek, akik úgy gondolták, hogy mivel Györgyöt Angliában nem támogatják, lehetőség adódhat rá, hogy újra a Stuartokat ültessék a trónra. Második Jakab fiára, az úgynevezett trónkövetelőre gondoltak, aki Franciaországban élt. A franciáknak tetszett az ötlet. 14. Lajos szeretője, Madame de Maintenon, meg is ajándékozta Jakabot egy dallal, amelyet majd a beiktatásakor énekelhetnek el neki. A mű eredetileg Lajosnak készült, annak örömére, hogy felgyógyult az ülepén végzett sebészi beavatkozásból. Ám most Jakabnak ajánlották, aki lehetne Skócia, sőt esetleg Anglia királya is. Miért ne? God save a gracious king, long live a noble king, God save the king. A dal végül nagyobb sikert aratott, mint a trónkövetelő. Az 1715-ös jakobita felkelés elbukott. Miután néhány hónapig a felföldön vándorolt, Jakab visszament Franciaországba. György trónja biztonságban volt, a király a teleket Hannoverben töltötte, s ilyenkor minisztereire hagyta Anglia kormányzását. Az ő munkáját a miniszterelnök végezte, az a politikus, aki a király helyetteseként működött.
Elsőként ezt a feladatot Robert Walpole látta el, mivel nem tudott németül, latinul beszélgetett a királlyal. György király 1727-ben, 67 éves korában váratlanul meghalt Hannoverben. Fia Richmondban élt, mivel az öreg király megtiltotta neki, hogy részt vegyen az udvari életben. A gyermekeit sem láthatta. Amikor Walpole meghozta apja halálhírét, második György állítólag nem hitt neki. Ez egy nagy hazugság! Ám a számkivetett herceg Isten kegyelméből most valóban Nagy-Britannia, Franciaország és Írország királya, a hitvédelmezője, hannoveri választófejedelem, Braunschweig-Lüneburg és Szell hercege lett. Amikor végre sikerült őt erről meggyőzni, ide a Leicester térre jött. Akkoriban a téren állt a Leicester ház, ahol a herceg korábban udvart tartott. Most itt várt rá a Canterbury érsek, hogy hivatalosan átnyújtsa neki apja végakaratát. Egykor például Hódító Vilmos halála után is a végrendelet határozta meg a trónöröklés rendjét. György azonban fogta a dokumentumot, és ahelyett, hogy kinyitotta volna, belecsúsztatta a zsebébe. Soha többé nem látták. Ez elsősorban első György szeretőit érintette kínosan. Második György feleségének, Karolina királynénak határozott elképzelése volt a teendőkről, György pedig szófogadó férjnek bizonyult. Ennek eredményeképpen mindenki csalódott, aki előléptetésben reménykedett. Walpole maradt a miniszterelnök, miután évi 100 000 fontos járadékot ígért a királynénak, kétszer annyit, mint az ellenzék, de ezen kívül nem sok minden változott. Megmaradt a György nevű királyok és fiaik közötti ellenségeskedés is. A kérdéses fiú ez esetben természetesen második György fia, Frigyes herceg volt. Karolina ezt mondta róla, persze németül. A legnagyobb szamár, a legnagyobb hazug, a legrosszabb gazember és a legnagyobb vadállat a világon. Mindannyian szívünkből kívánjuk, bárcsak eltűnne örökre. György egyetértett a királynéval, és nem engedte Frigyesnek, hogy feleségül vegye a porosz Wilhelmina hercegnőt. Erre az a józan megfontolás indította, hogy... Ha összehoznák az én féleszű piperkőc fiamat egy őrült nővel, az nem javítana a tenyészeten. Frigyes herceg apjával kapcsolatos véleménye ezzel szemben kiegyensúlyozott és objektív volt. Konok elpuhult fösvény mohó szexuális étvágyjal megáldott fenevad. Konok, igen. Elpuhult, igaz. Fösvény, nos, megnyírbálta Frigyes apanázsát, hogy ne lehessen a riválisa. Fenevad? Hát, az biztos, hogy elszánt módon rendszeres életet élt. És a szexuális étvágy? Úgy vélte, joga van hozzá. Megkívánta például Walmoden grófjának gyönyörű fiatal feleségét, akivel 1735-ben Hannoverben találkozott. Feleségének ezt mondta. Szeretned kell Walmodent, mert ő is szeret engem. A királyról elterjedt az a vélemény, hogy egy kévágyó pojáca. Úgy tűnt azonban, neki tetszenek a szexuális próbálkozásairól szóló viccek. Akárcsak korábban az apja, Frigyes is tartott saját udvart, mely nagyobb népszerűségnek örvendett, mint a királyé. Második Györgyöt ez igencsak zavarta. A népszerűségtől mindig rosszul vagyok, de előtte már hánynom kell. A két férfi rivális operatársulatokat támogatott. A király és kísérete Handelt hallgatta a Haymarketon. Handel írta György koronázási miséjét. Zenéje lenyűgöző és impozáns volt, tökéletesen alkalmas rá, hogy felnagyítsa egy elbizakodott királyi személy nagyszerűségét. A herceg és hívei távol maradtak. Helyette a Lincoln's Inn Fieldben működő királyi színházba mentek. A legnagyobb sláger ekkor a Koldus opera volt, a bűnözőkről szóló lendületes mese, melyet sok ember az udvar és a Walpole vezette kormány szatirájának tartott. When you censure the age, be cautious and sage, lest the court yet offended should be.
If you mention vice or bribe, tits or pat to all the tribe, each cries, that was leveled at me. Nagyon szórakoztató lehetett figyelni, amint a királyi fenségek egymással viszálykodtak. Ezen kívül azonban tevékenyen részt is vettek az események irányításában. Második György a hadsereg főparancsnokaként nagy szerepet vállalt az európai uralkodók között folyó háborúskodásban. Walpole próbálta távol tartani ettől, de 1739-ben a király elérte, amit kívánt, és háborút indított Spanyolország ellen. Ezután Anglia egyre jobban belebonyolódott a Franciaország, Poroszország és a Habsburg birodalom elleni háborúba. Második György 1743-ban élte át a legdicsőbb pillanatot. Egy Dettingen nevű német falunál a franciák támadást intéztek az angolok ellen. György lova elfutott, de a király a katonái elé állt, meglengette a kardját és a rossz kiejtéssel ugyan, de bátor beszédet tartott. Fiúk! Anglia dicsőségére viselkedjetek bátran, és a franciák hamarosan elinalnak. És így ő lett az utolsó angol király, aki maga vezette csatába a csapatait. E vad küzdelemben második György egy kicsit hősként tudott viselkedni. Az országot azonban nem ő irányította. A kormányok és a miniszterek jöttek és mentek, de ez nem az ő, hanem a parlament akarata szerint történt. György szerint ő nem más, mint fogoly a trónon. 1745-ben a Preston Pensi és a Culloden-i csatákban már nem játszott szerepet, holott azok sokkal fontosabbak voltak a korona számára, mint a dettingeni ütközet. Ezek a csaták ugyanis a trónért folytak. Károly Edvard, akit követői a kedves Charlie hercegnek neveztek, 25 éves, sápat, sovány, romantikus és bátor férfi volt. Úgy vélte, György annyira népszerűtlen, hogy könnyű lenne megdönteni a hatalmát. Saját költségén elutazott a Hebridákra, és ott összehívta a skót klánokat. A legtöbben eljöttek, de inkább az elkeseredettség sem, mint a meggyőződés vezette őket. Edinburgh lakossága lelkesen fogadta a felkelőket, akik a Preston Pensi csatában óriási győzelmet arattak a kormánycsapatok felett. Ez a hír fellobbantotta a szenvedélyes hazaszeretetet a londoniakban. Lehet, hogy a város kigúnyolta és kinevette az udvart, de ez most más helyzet volt. Aznap este a király éppen a Drury Lane-i királyi színházban volt. A zenekar elkezdett játszani egy új dallamot. Gracious King, long live a noble King, God save the King. A közönségnek nagyon tetszett. Senki sem tudta, hogy ez egykor az öreg trónkövetelő dala volt. És a francia királyé. A dal átállt a másik oldalra, és nemzeti himnusz vált belőle. Ami azt illeti, különböző időpontokban ugyan, de a franciák, a németek, az oroszok, a svájciak, a liechtensteiniek, a svédek, a dánok és az amerikaiak keble is ugyanerre a dallamra dagadt a hazafias büszkeségtől. Londonban azonban az Isten óvja a királyt azért lett nagy sláger, mert maga az ország került veszélybe. Marshal Wade, a kormánycsapatok legjobb tisztje azt mondta, hogy Skócia elveszett. Anglia pedig az első arra járó zsákmánya lesz. A felkelők elfoglalták Manchestert, majd Derbyt. A londoniak megijedtek, de nem annyira, mint a klánok vezetői, akik arra számítottak, hogy Anglia velük együtt fellázad, a franciák pedig betörnek az országba. Végül sehonnan sem kaptak támogatást. És ami nagyon fontos, felismerték, hogy az angolok sohasem fogadnának el egy katolikus királyt. Kitértek az angol sereg elől, de az már a nyomukban járt. Egy másik sereg London felől közeledett. A skótok tehát hazatértek. 1746-ban a Culloden-i ütközetben az angolok több ezrüket legyilkolták.
Károly hónapokon át a Skót szigeteken bujkált. Az angolok vérdíjat tűztek ki a fejére, és mindenhol vadásztak rá, de a hűséges skótok segítségével sikerült visszaszöknie Franciaországba. Bosszúból az angolok feloszlatták a klánokat, vezetőiket bebörtönözték vagy kivégezték, a fegyvereket, a skót szoknyát és a skót dudát pedig betiltották. Az állítólagos harmadik Károly 1750-ben titokban visszatért Franciaországból, és áttért a protestáns hitre. Híveire azonban nagyobb benyomást tett a herceg alkohol iránti vonzalma. Már nem úgy emlegették, hogy király a vizen túl, hanem inkább király az asztal alatt. György király trónja többé nem került veszélybe. György egy másik ellenségétől is megszabadult. Fia Frigyes 1751-ben meghalt. Egy teniszlabda erősen gyomron találta. Az ezután kialakuló hasi fekély okozta halálát. Az új trónörökös egy 12 éves kisfiú, Frigyes fia György lett. A királyságnak azonban más gondjai is akadtak. Ekkorra jelentős kereskedelmi hatalommá vált. Nagy érdekeltségei voltak Indiában, a Kelet-Indiákon, Észak-Amerikában és a földközi tengeren. Franciaország ugyanezen az úton haladt. Ugyanakkor a kontinentális Európa forrongott, Hannover pedig ott volt e forrongás közepén. 1756-ban a nagyhatalmak végül élethalál küzdelemben akaszkodtak össze, s ebbe az egész ismert világ belekeveredett. A 7 éves volt az első világháború. Nagy-Britannia a királya nevében harcolt, de ez a király most már nem irányította a politikát, és a harcokban sem vett részt. A király valójában annyira nem irányíthatta az eseményeket, hogy amikor elbocsátotta a minisztereit, mert nem volt velük megelégedve, azok azonnal visszatértek. Az angolok szemében ez így volt helyes, mert nekik joguk van a szabadsághoz. Most is a zsarnokok a katolikus Franciaország és Ausztria ellen harcoltak. E két ország kereskedelmét, iparát és háborúját elnyomók, éhező és tehetetlen parasztok felett uralkodó királyok irányították. A másik oldalon állt a protestáns Nagy-Britannia. Kereskedelmét üzletemberek, iparát szabadkereskedők irányították, hadseregének és haditengerészetének élén hősök és büszke szabad emberek álltak. Udvara a társadalom, és nem az autokrata hatalom központja volt. Sok angol valóban így látta a dolgokat. Persze közben a zsarnoki Poroszország szövetségeseként harcoltak, de ez apró részletkérdés volt. Az általános felfogás szerint a szabad britek harcoltak az európai zsarnokok ellen. Szegény György a háború közepén halt meg, de ez egyáltalán nem számított. Unokája harmadik György ekkor 22 éves volt. Anyja egy német hercegnő nevelte a nagyon tiszteletteljes hannoveri udvar légkörét idéző udvarában. Az európai király ideált nevelték belé, abszolút hatalommal rendelkező, felvilágosodott zsarnok ő, aki hatalmát az emberiség javára használja. Ez természetesen igencsak távol állt az angolok felfogásától. Ők a királyt a társadalom vezető alakjának tartották, de úgy, hogy a hatalmát a parlament szabályozza. György azonnal önkényeskedő, gyorsbeszédű, menedzsertípusú királyként látott munkához. Szándékosan maradi volt, az én uralkodásom alatt nem lesznek újítások. Rendkívül sokat olvasott, lenyűgözték a gépek. Rajongott a mezőgazdasági és az ipari forradalomért, arra azonban elszánta magát, hogy visszaállítja a korona szerinte megfelelő hatalmát, amelyet, ahogy ő látta, első és második György hagyott elveszni. Felmenőivel ellentétben harmadik György Angliában született, jól beszélt angolul, és nem akadt trónkövetelő sem, aki veszélyeztette volna a koronáját. Az első parlamenti ülés megnyitásakor kijelentette: én, aki ebben az országban születtem és nevelkedtem, büszke vagyok Britannia nevére. A parlamentet egyetlen párt, a Whig párt irányította. Ez olyan gazdag emberekből állt, akik az országot a megvesztegetés, a pártfogás és a protekció segítségével vezették. György úgy érezte, változtatnia kell a helyzeten. És elkezdődött a legszerencsétlenebb uralom második Jakab óta.
Ha harmadik György nem próbálta volna meg visszafordítani az időkerekét, akkor New York és Belfast lakói, talán még ma is brit, Los Angeles és Miami lakói pedig spanyol útlevelet használnának. Érdekes gondolat. Hogy megtörje a Whigek hatalmát, saját pártot alapított. A képviselőknek ezt a csoportját a király barátainak nevezték. Visszavette a kormánytól a pozíciók és kegyek szétosztásának jogát, hogy saját maga végezhesse azt. Így sokan kerültek politikai függőségbe tőle. Első célkitűzése a háború befejezése volt. Egyáltalán nem osztotta a Whig párti miniszterelnök William Pitt francia ellenes nézeteit. 1763-ban, miután Pittet eltávolította a hatalomból, aláírták a békeszerződést. Ekkorra a háborút valójában már megnyerték. Pitt politikájának eredményeképpen Nagy-Britannia lett a világ legnagyobb gyarmati hatalma. Észak-Amerika, India, a Karib-szigetek és más területek többé-kevésbé vitathatatlan ura. Mindezt György a saját érdemének tekintette, és próbálta magához ragadni az irányítást. 1763-ban a 7 éves háború végén Anglia királya nagyobb terület felett uralkodott, mint Dzsingisz Kán óta bárki. Birodalma ötször nagyobb volt a római birodalomnál. Pozíciója természetesen nem hasonlított egy ázsiai vagy egy európai uralkodóéra. Ellenőrzést csak a parlamenten keresztül gyakorolhatott. Hatalma a miniszterek kiválasztására korlátozódott, de még ez sem működött, ha a parlament és az ország nem fogadta el. György emiatt igyekezett növelni a parlamenten belüli befolyását úgy, hogy részt vett a politikai intrikákban. Mivel a törvény tiltotta a parlamenti vitákról szóló beszámolókat, az emberek gyanakodva lesték azt, ami a színfalak mögött folyt. György óriási összegeket költött arra, hogy megpróbálja befolyásolni a választásokat, sőt, személyesen ment el korteskedni. Az egyik alkalommal például azzal rontott be egy szövetboltba, hogy a királyné ruhát kíván, így adta tudtukra, hogy kire szavazzanak, majd kiviharzott. Mivel ennyire benne volt a politikai élet sűrűjében, az emberek természetesen őt magát hibáztatták mindenért. A parlament elutasított egy a Spitalfieldi takácsokat segítő törvénytervezetet, erre a takácsok Wimbledonba vonultak, hogy a királlyal találkozzanak. György meghallgatta, majd rávette őket, hogy menjenek haza. Amikor a takácsok rájöttek, hogy nem segít rajtuk, fellázadtak. György személyesen rendelte oda a hadsereget, mint mondta, megteszek bármit, hogy megmentsem az országot. Az 1765-ös hírhet bélyeg törvény megalkotásában is benne volt a keze. Ezzel akarta illetékbélyeg vásárlására kényszeríteni az amerikai angol gyarmatokat. Ez volt az a pillanat, amelyben a politika nyelve elkezdett megváltozni. Az egyik virginiai telepes kijelentette, Cézárnak ott volt Brutus, első Károlynak Cromwell, harmadik György, tanulhatna a példájukból. Az előző évszázadban lezajlott forradalom is az adózás és a szabadság körüli kérdések miatt robbant ki. Most az merült fel, hogy a 13 amerikai angol gyarmatnak saját kormányzata legyen, s azt a helyi oligarchák vezessék úgy, hogy saját maguk vetik ki az adókat is. Az amerikaiakat felháborította az a gondolat, hogy az adókat a király vezette londoni oligarchia akarja kivetni rájuk, így nem tudtak beleszólni abba, hogy mit fizessenek. A londoni kormány híveit megfenyegették, egyeseket bekentek szurokkal, majd tolba forgatták őket. Mire a törvény életbe lépett, már senki sem vállalta az adóbehajtó szerepét. A törvényt vissza kellett vonni. Londonban eközben György kísérletet tett a parlament ellenőrzésére, és letartóztatta főkritikusát John Wilkes-et. A csőcselék Wilkes és a szabadság jelszavával lázadozott, mire Wilkes-et szabadon bocsátották, és kimondták, hogy törvényes dolog beszámolni és kritikát mondani a parlamenti eseményekről. 1770-re azonban a politikai pártok szétestek, és György az engedelmes Lord North nevezte ki miniszterelnöknek. Olyan parlamenti többséggel rendelkezett, amelynek segítségével kedve szerint irányíthatta az eseményeket. A király nagy érdeklődést mutatott a modern gazdálkodási módszerek, az új fajták kitenyésztése és az új termények kifejlesztése iránt, ezért az emberek György gazdának nevezték. Az újfajta gazdálkodás során bekerítették a közös területeket és nagy önellátó gazdaságokat hoztak létre, s így egész Angliában feldarabolták a falu közösségeket és létrehozták a nyomorgó, föld nélküli napszámosok új osztályát.
A helyzeten csak rontott a rossz termés és a kereskedelem összeomlása. Az amerikai telepesek azzal mutatták ki a parlament importvámjaival szembeni dühüket, hogy semmit sem importáltak Nagy-Britanniából. Lord North úgy döntött, legjobb, ha a jelképes tejavám kivételével minden vámot visszavonnak. Három évvel később, amikor újabb törvénytervezetet készített elő annak érdekében, hogy a kelet-indiai társaság több teát adhasson el Amerikában, bostoni radikálisok egy tea délutánnal vágtak vissza, s ennek során indiánnak öltözött férfiak a tengerbe szórták a teát. Az angolok reakciója az volt, hogy a gyarmatosokat meg kell büntetni. György természetesen osztotta ezt a véleményt. A fegyvereknek kell eldönteniük, hogy ők országunk alattvalói-e vagy függetlenek. A lázadó gyarmatok 1776-ban kikiáltották függetlenségüket. Az angol közvélemény nagy részének támogatását élvező György király el volt számva rá, hogy visszavág és megsemmisíti őket. A háború, mint azt a kevésbé harcias angolok közül sokan megjósolták, katasztrofális eredménnyel járt. Még Lord North is abba akarta hagyni, de az úr a király volt. Az amerikai függetlenségi háború nem az igazságtalan kormányzás vagy az angol uralom, hanem az egyeduralkodói kormányzás elve ellen folyt. György aktív kormányzati szerepe és politikai részvétele új a királyok hatalma ellen támadást intéző republikánus mozgalmat indított el. Az 1783-as Versailles béke az amerikai Egyesült Államok elismerésére kényszerítette Nagy-Britanniát. Hat évvel később a Versailles házigazda 16. Lajos hatalmát is megdöntötte a forradalmi tömeg, mely később köztársaságot hozott létre. Megkezdődött a királyság intézményének felszámolása. Vajon György felfogta, hogy mit tett? Az biztos, hogy nyugtalanította az amerikai kudarc. Talán ez idézte elő nála azt, hogy 1788-ban a mentális zavar jeleit kezdte mutatni, megállás nélkül beszélt és különösen viselkedett. Az orvosa úgy vélte, segíthet, ha eret vág rajta. Ezután a Velszi herceg vette kezébe a gyógyítást. A Velszi herceg 26 éves fes, ám bár meglehetősen kövér férfi volt. A hannoveri ősök remek hagyományát követve György király és fia gyűlölte egymást. A herceg az anyja számára vásárolt házban, Buckingham herceg lenyűgöző palotájában, az úgynevezett Buckingham házban lakott a St. James Park mellett. A herceg annyira kedvelte, hogy végül épített köré egy meglehetősen érdektelen palotát. Amikor nagykorú lett, a Clarence házban rendezte be az otthonát, elfoglalta helyét a felsőházban, és hozzálátott, hogy bosszantsa az apját. Ezt egyrészt azzal érte el, hogy ellenkezett apja minisztereivel, másrészt pedig azzal, hogy kicsapongó társasági életet élt. Titokban feleségül vette csinos özvegyasszonyt, bizonyos Mrs. Fitzherbertet. Szenvedélyes udvarlás után szimpadiasan, de azért biztonságosan leszúrta magát, így érte el célját. A frigy azonban, mivel az uralkodó nem egyezett bele, törvénytelennek minősült. Ráadásul a hölgy római katolikus volt. 1780-ban a Lord George Gordon uszítására felkelt katolikus ellenes lázadók egy hétre elfoglalták Londont. A király a katonasággal kergette szét a felkelőket, 290 ember meghalt, a főkolomposokat pedig felakasztották, kivéve persze Lord George-ot. Prini, ahogy a barátai nevezték a herceget, szerencsejáték barlangokban, piperkőcök társaságában töltötte az idejét. Felépítette a bizarr és látványos Brighton pavilont. Éppen ott tartózkodott, amikor értesült a király elmezavaráról. Windsorba sietett, hogy átvegye az irányítást. A 28 éves herceget kinevezték régensnek. Amikor a király meglátta a fiát, rátámadt, nekilökte a falnak. A szegény fiú könnyekben tört ki. Ezt óriási politikai vita követte arról, hogy mekkora hatalmat kapjon a régens. Egyik oldalon ott voltak a régens politikusai, Foxsal az élen, a másikon pedig a király emberei Pitt vezetésével. Fox támogatói egyfajta gombának tartották Pittet, akinek annyi karja van, mint egy polipnak, egyre nagyobbra nő, és hatalmába keríti a király szemétdombot. A Velszi herceg magával hozta saját orvosát, hogy kikezelje, vagy megkínozza a királyt.
A királyi orvosok hólyagot húztak a király homlokán, hogy kihúzzák a mérget az agyából, haszontalan gyógyszereket szedettek vele. Amikor ellenállt, megparancsolták a szolgáknak, hogy üljenek rá, és nem engedték meg, hogy a hideg télben befűtsenek a szobájában. Mindezt akkor, amikor az országot francia invázió és radikális forradalom fenyegette, és sok helyen önkéntes seregek alakultak. Végül új orvosokat hozattak. Ők gyengédebb kezelésben részesítették a királyt, aki nem sokára fel is épült. Visszavette az irányítást, de nem olyan módon, mint korábban. Az amerikai vereség személyes kudarcot jelentett a számára, és drámai módon meggyengítette politikai helyzetét. Hogy megpróbálja megerősíteni pozícióját, egy 24 éves embert tartott meg miniszterelnökként és pénzügyminiszterként. Úgy vélte, őt legalább képes lesz irányítani. William Pitt fia azonban eszes, rátermett ember volt. Tudta, hogy a király tőle függ, tehát nála van az összes kártya. Pittnek reagálnia kellett az Amerikából és Franciaországból érkező forradalmi republikánus eszmékre. A nincs adózás képviselet nélkül elvét most már Angliában is sokan hangoztatták. Az országban hatalmas, új iparvárosok létesültek, de ezeknek nem volt parlamenti képviseletük. Három évvel a francia forradalom után politikai reformtársaságok, úgynevezett levelező társaságok alakultak Angliában. Zendülések törtek ki az ország középső és keleti részén, valamint Skóciában. A királyt meg akarták gyilkolni. Londonban kifütyülték és kővel dobálták, meg ráadásul a francia törvényhozás elfogadott egy testvéri határozatot, melyben segítséget ajánlott minden népnek, amely le akarja rázni a zsarnokság igáját. Pedig maga a király meglehetősen népszerű volt. Melegszívű, kissé együgyű embernek tartották, de még mindig ő irányított. Amikor Pitt ragaszkodott hozzá, hogy a katolikusokat ugyanolyan jogok illetik meg, mint a protestánsokat, és jár nekik a parlamenti képviselet, György lemondásra kényszerítette. A kérdés Írország miatt került előtérbe. Ha Angliában is akadt néhány potenciális forradalmár, mennyi lehetett Írországban? Ott, ahol az elnyomott katolikus többséget a betelepedett protestánsok kormányozták. Ideális helyszín egy francia invázió számára. 1801-ben Írország Nagy-Britannia része lett, létrejött az Egyesült Királyság. Így akarták biztonságosabbá tenni Írországot. Az, hogy a király ugyanekkor hivatalosan is lemondott Franciaország királyának üres címéről, mutatja, hogy merről érkezett a fenyegetés. Írország azonban akkor egyesülhet igazán Angliával, ha megvalósul a katolikus egyenjogúság. György király erre nem volt hajlandó. Annál, amit ő tett, semmi nem lehetett rosszabb, hiszen Írország még ma is vérzik. Harmadik György sokkal nagyobb hibákat követett el, mint ahogy azt a legtöbb ember gondolja. Akár csak az amerikai kudarc esetében az ír kérdéssel kapcsolatban is érezte a felelősséget, és emiatt lelkiállapota ismét romlani kezdett. Felépülése lassú volt, de arra elegendő, hogy 1805-ben elbocsássa a minisztereit. Azok ugyanis megpróbálták eltörölni azt a korlátozást, hogy katolikusok nem lehetnek katonatisztek. György később megvakult, betegeskedni kezdett, majd 1810-ben szelleme végleg összeroppant. Senki nem tudja biztosan, mi baja volt, de a királyi család azóta szenvedett örökletes elmezavarban, amióta 5. Henrik feleségül vette Valois Katalint. A király megvakult, megsüketült, elmebaj és hasi fájdalmak gyötörték. A teste még élt, de hatalma véget ért. Az irányítás Préni kezébe került. Az Európai Királyság intézménye ekkorra már igencsak átalakult. A felvilágosult zsarnokok megbuktak, Napóleon a saját családjából származó diktátorokat ültetett a helyükre. A franciák még Hannovert is megszállták. A cár tartotta magát, de Napóleon most készült lerohanni Oroszországot. Nagy-Britannia gyakorlatilag egyedül állt. A királyi előjog most egy szerencsejátékos, eladósodott, tömzsi piperkőc kövér kezébe került. Préni imádta a ragyogást és a pompát.
Wellington és Nelson katonai zseniének nem volt szüksége egy király útmutatására, így György király nevetséges vezetése mellett is legyőzték Napóleont. Európa koronájuktól megfosztott uralkodóit visszahelyezték trónjaikra. Most az Egyesült Királyság uralkodója még Hannover királya is lett. Prini előzőleg minden ellen tiltakozott, amit az apja képviselt, de most, hogy hatalomra került, hirtelen magáévá tette apja összes politikai elképzelését, ő is ellenezte a parlament bármilyen reformját, és azt, hogy a katolikusok polgárjogokat kapjanak. A választások bohózatba illettek, néhány képviselő olyan körzetet képviselt, amelynek alig voltak választói, míg az emberek nagy többsége képviselet nélkül maradt. A király ezt rendben lévőnek találta, sokan azonban nem értettek egyet vele. A vita állandóan kiújult. A napóleoni háborút követő években több ezer egykori katona maradt munkanélkül, a mezőgazdasági visszaesést pedig még tovább rontotta az 1816-os szörnyű nyár. Az új gépek bevezetésével egyre nőtt a munkanélküliek száma. Eközben a walesi herceg étvágya a luxus minőségű ezüstnemű és bútor iránt óriásira nőtt. Falfeliratok jelentek meg. Halált vagy a régens fejét? 1816 végén nagyméretű zendülés tört ki Londonban, melynek célja egy radikális kormány felállítása volt. A következő hónapban a régens herceg hintaját útban a parlament megnyitójára megrohanta a tömeg. Felé lett az elnyomás kegyetlen apparátusa. Az engedély nélküli gyülekezést halállal büntették. A lázító iratok kinyomtatóit letartóztatták, már pedig lázító iratból sok volt, a költekező régens herceg nevetségtárgya lett. Megállíthatatlanul születtek róla a karikatúrák és szatírák. Néhány évvel korábban a parlament beleegyezett, hogy kifizeti hatalmas adósságait, ha törvényes házasságot köt. A kiszemelt áldozat az unokatestvére, Braunschweigi Karolina, egy bájos, gyanútlan, szintén kissé exhibicionista, fiatal hölgy volt. A régens részegen töltötte a nász éjszakáját. 9 hónap múlva Karolina kislánynak adott életet, de férje addigra már régen elhagyta. Idősebb szeretők hajkurászásával töltötte idejét, feleségével pedig rideg kegyetlenséggel bánt. Ez jól jellemezte egyéni stílusát, inkább pasa volt, mint régens. A Brighton pavilon ezt látványosan bizonyította. Harmadik György végül 1820-ban halt meg, miután névlegesen 60 évig uralkodott. 81 évet élt, ő volt az addig eltelt időszakban a leghosszabb életű brit uralkodó. Prini végre király lett. Felesége Karolina úgy döntött, visszajön a kontinensen töltött száműzetéséből, és elfoglalja a helyét a koronázáson. A király azonnal megpróbált elfogadtatni egy törvényt, hogy elválasszák a feleségétől, de a terv veszélyesen népszerűtlennek bizonyult, ezért lemondott róla. Karolina megjelent a Westminster apátságban tartott koronázáson, de a kaput bezárták az orra előtt. A mesésen gazdag szertartás teljes titoktartás mellett zajlott. Karolina összetört szívvel ment haza, és nem egészen 3 hét múlva meghalt. Holttestét Braunschweigbe akarták visszavinni a temetésre. A király félt az endüléstől, ezért ragaszkodott hozzá, hogy a koporsót ne vigyék át a városon. A londoniak azonban elragadták a koporsót, és saját temetési felvonulást rendeztek. A királyi testőrség a Hyde Park Cornernél lőtt rájuk. Negyedik György félt, hogy megtámadják, hogy kinevetik felpuffadt teste miatt, ezért 1823-tól kezdve kerülte a nyilvánosságot. Még egy alagutat is építtetett, hogy titokban eljuthasson a Brighton pavilonban lévő lakosztályából a lovaglóiskolába. Persze, azóta is az a szóbeszéd járja, hogy az alagút a szeretője házához vezetett. Elengedhetetlenné vált, hogy a kormány megtörje a király reformokkal szembeni ellenállását, különösen ami a katolikusokat illeti, de György ragaszkodott a vétójogához. A vita órákon, napokon át folyt. A király egyre dühösebb és betegebb lett, végül aztán megtört. 1830. februárjára részben megvakult. Önkívületi állapotba került, meg volt győződve róla, hogy ő vezette a waterloo-i csapatokat, és győztes futamot futott Goodwoodban. Hamarosan meghalt. Lakosztályában megtalálták összes kabátját, cipőjét és pantallóját, valamint számtalan szerelmes levélköteget, női kesztyüket és szeretői
hajfürtjeit. Mi a csodáért volt Nagy-Britanniának és a brit alattvalóknak szükségük királyra? Vajon miért nem tört ki forradalom? Igazság szerint senki sem tudja. Egyes történészek szerint ez a metodizmus egyre nagyobb népszerűségének volt köszönhető, mivel az a politikáról a vallásra terelte a szegényebb rétegek figyelmét. Mások úgy vélik, hogy a gyarmatbirodalom korában a király és a haza olyan jelszó volt, amely segített összefogni az embereket Napóleon ellen. De ha a zendüléseket nézzük, akkor lehet, hogy mindez a rendőrállam hatékonyságával és a gazdasági visszaeséssel magyarázható. Az emberek gondolatainak mélyén még mindig ott motoszkált a forradalom távoli rémképe. Cromwell dandár tábornokainak kegyetlen uralma a franciaországi guillotine láttán még szörnyűbb emlékké vált. Tartsd meg régi ápolódat, mert kaphatsz nála is rosszabbat, mondja a vers. Györgynek nagy szexuális étvágya dacára csupán egy törvényes gyermeke született, de az is meghalt. A trónörökös György testvére az 54 éves Vilmos volt. Vilmost fiatal korában a haditengerészhez küldték, ahol a szigorú fegyelem és az etikett híve lett. Miután otthagyta a haditengerészetet, együtt élt egy Mrs. Jordan nevű színésznővel, és rengeteg törvénytelen gyermeket nemzett neki. Szeretett tapintatlan buta beszédeket mondani. Végül királyi házasságot kötött, egy másik protestáns hercegnőt vett feleségül. A király és a királyné Londontól északra Bushiban élt, mint egy átlagos házaspár. Vilmos ragaszkodott hozzá, hogy megkoronázása csupán tized annyiba kerüljön, mint a bátyjáé. Tudták róla, hogy szívesen felvesz másokat is a hintajába. Mindezek meglehetősen népszerűvé tették. De ha a parlamenti reformra került sor, ugyanúgy ellenállt, mint a többi hannoveri uralkodó. Ekkor már sokan követelték, hogy alakítsanak ki egy az emberek érdekeit jobban képviselő választójogi rendszert. Többen kapjanak szavazati jogot, az új városoknak is legyenek képviselőik, és a szavazás legyen titkos. Mivel ez nagyobb hatalmat adott volna az alsóház kezébe, a felsőház Vilmos támogatásával ellenállt. 1832-re úgy tűnt, bármikor forradalom törhet ki. Lehetséges, hogyha a királyi család az arisztokrácia tagjai közé tartozik, akkor ez történt volna. A király és a királyné családi gyökerei azonban Németföldre nyúltak vissza, nem alakult ki természetes szövetség köztük és a nagy arisztokrata családok között. Vilmost kényszerítették, hogy engedjen, és így Nagy-Britannia elindult a demokrácia felé vezető úton. Az 1832-es reformtörvény után nem maradtak korrupt választókörzetek, és csökkent a választási manipuláció lehetősége is, így a király nem tudott többé ugyanolyan mértékben politizálni a parlamenten belül. A monarchiát visszakényszerítették alkotmányos keretei közé, többé már nem volt eléggé veszélyes ahhoz, hogy érdemes legyen forradalmat kirobbantani miatta. Amikor Vilmos 1837-ben meghalt, saját törvényes gyermekei már nem voltak az élők sorában. A trón várományosa, Edward öccse gyermeke, egy 18 éves fiatal lány lett. Illedelmes, csinos kis királynő lesz belőle, aki Anglia vezetését ráhagyja majd a hozzáértőkre. Nem igaz? Narrátor Végvári Tamás, magyar szöveg Győri Kriszta, szakértő Háner Péter, szerkesztő Mantuánó Orsolya, hangmérnök Polica Imre, gyártásvezető Gyarmati Zsolt, szinkronrendező Sostarics Ágnes. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.